Béláim az úrban, ugyan nincs hétfő, mert megint késtem ezzel a kritikával, ugyanis... Be vagyok baszva. A mai film, amit hoztam nektek, a Wonder Woman. De jó, hogy nem fordították le csodanőnek, Istenem. A filmet Patty Jenkins rendezte, és ez a DC negyedik próbálkozása arra, hogy berúgja azt a motort, ami elindítja a moziverzumukat. Nekem személy szerint a Man of Steel nagyon tetszett, mind látványban, mind kivitelezésben, de amik azok után jöttek, a BVS, Batman v Superman és a Suicide Squad, enyhén fogalmazva is borzasztóak. Nézzük, hogy mit is rejt a Wonder Woman. A történet elején megismerkedünk Themyscira szigetével, ahol évszázadok óta amazonok élnek, rejtve a külvilág elől. A szigeten egyetlen gyermek él, az amazonok hercegnője, Diana, akiből a legjobb harcost faragják. És ahogy felnő, ő is lesz a legjobb harcos, és úristen, milyen nő, te jó ég! Na, tehát, hol is voltam? Egy napon a sziget közelében egy repülő zuhan le, benne Steve Trevor századossal, aki beszámol az amazonoknak arról, hogy egy régóta húzódó és rengeteg emberéletet kioltó háború folyik a földön. Diana úgy gondolja, hogy abban rejlik a kötelessége, hogy ezt a háborút megállítsa, és elhozza a békét a földre. Trevor századossal ezért elindul a külvilágba, hogy harcoljon a jóért és ráleljen az igazi sorsára. Az út során belátja, hogy az élet sokkal rétegeltebb, mint a jó és a rossz, és hogy nem minden gonosz egy ember műve. A kalandja során szépen levetkőzi naivitását, és elfogadja az igazi feladatát. A látványt illetően a filmre nem lehet panasz. Az akciójelenetek, a koreográfia rettentően szórakoztatóvá teszi a filmet. És végre, végre színes filmet láthatunk a DC-től, mert az előzőekben minden fekete, meg szürke, meg komor, meg borús és Batman. Talán két olyan jelenet van az egész filmben, ahol még egyszer át kellett volna futni a grafikusoknak, hogy élethű legyen, ezen kívül nem láttam hibát a látványban. A harcok a 300 című filmet idézik sokszor, a belassítgatásokkal, és egy-két jelenetet még a Christopher Reeve-féle Supermanből is átvettek. A film egy-két helyen belassul, de olyankor a szereplőkre koncentrál, ami helyet ad a fejlődésnek és a motivációk megismerésének. Ami a színészi játékot illeti, megállja a helyét, bár a gonoszok karaktere egy kicsit gyengére sikerült megint, a Steve Trevort alakító Chris Pine nagyon jó a szerepében, rengeteg jól időzített poént ad, és jó összekötő szál a nézők és a Diana-t körbevevő mitológia között. Amikor bejelentették, hogy ki lesz a Wonder Woman, úgy voltam vele, hogy... Who? És utána néztem, és nem voltam elájulva a választástól. Sőt, kapásból 10 másik nőt tudtam volna erre a szerepre. De sosem örültem még ennyire, hogy tévedtem. Gal Gadot nagyon jó választás volt. Jól alakítja a naív, de optimista hőst, aki szépen lassan elveszíti naivitását, ami a külvilágot és az embereket illeti. Nem minden jelenetében hibátlan, de viszi a hátán a filmet. És fizikálisan is oda tette magát. Elég durva belegondolni, hogy a legtöbb jelenetét a második gyermekével terhesen vette fel. Ami a karakterét illeti, inkább Superman, mint Superman. Bocsi Clark, de ez van. A morci az Batmannek áll jól, a Superman a remény, baszki viselkedj is úgy, mint ahogy az elődöd. A film 9,5/10. Sok minden múlt ennek a filmnek a sikerén. A DC valószínűleg bezárhatta volna kapuit, hogyha ez sem jön össze. És sikeres lett egy női főszereplős képregény adaptáció, ami eddig még nem volt. Nem azt mondom, hogy a Catwoman szar, de ha a szürke 50 árnyalatának és a Twilightnak lenne egy közös gyermekük, na annak a förmedvénynek a mélepénye a macskanő. Kicsit tartottam attól, hogy feminista propaganda filmet kapunk, mint a 2016 rettenete a Szellemírtók, de nem így történt. Ez a film az egyenlőségről szól, a fejlődésről és arról, hogy milyen döntéseket hozunk az elénk állított akadályoknál. Gal Gadot Wonder Womanja egy jó példakép lehet a kislányoknak, és az örök gyerek felnőtteknek egyaránt. Mindenképpen ajánlom a filmet moziban megnézni. Most ti jöttök. Láttátok a filmet? Mi a véleményetek róla? Bármi is az, hagyjátok a válaszotokat lent a komment részben, és ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, osszátok meg a barátaitokkal, és hogyha szeretnétek még ilyen videókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Jövő héten ismét találkozunk. Addig is menjetek moziba. Sziasztok!